Sziasztok! A mai webizódban egy olyan hipotézist osztok meg veletek, hogy vajon az emberiség miért kezdhetett el egyáltalán alkoholt fogyasztani. Mondjuk nem lesz túl egyszerű ez a felvétel, ugyanis itt téblából körülöttem folyamatosan egy ilyen jószág, akit körülbelül másfél hete fogadtam be az utcáról. Rettentő cuki, nagyon jól kijönnek kumisszal, egyébként Lajkának hívják, és még nem élt nemi életet, úgyhogy... Na hagyjuk ezeket a borzalmas szóvicceket, ezt különben is a húgom találtak itt, de hát úgy látszik egy ilyen család vagyunk. Na, kicsi, menjen játsszál kumisszal. Tehát visszatérve arra, hogy vajon miért is ihatunk alkoholt, meg egyáltalán hogy vetődött fel ez a téma, nos, Twitteren elém ugrott egy New Scientist cikk, ami elég érdekesen hangzott. Valami olyasmi, hogy egy olyan gén evolválódik ki az emberiségben, aminek hatására le fogunk szokni az alkoholról. Maradjunk annyiban, hogy kattintásvadász címet azt tudnak adni. Szerettem volna elolvasni a cikket, de jelen helyzetben ez meglehetősen húsba vágó lett volna, úgyhogy némi keresgélésen megtaláltam azt az eredeti publikációt, ami alapján a New Scientist cikk született. Hashtag factcheck. Az eredeti cikk a Nature, Ecology and Evolution-ben jelent meg, és hát nem kell egy felsőfokú Rigó utcai angol nyelvvizsga ahhoz, hogy az ember kiszúrja, hogy ez a cím azért néhány fokkal visszafogottabb. Olyan kutatósan mismásolós. Úgyhogy két lehetőség van. Az egyik, hogy a New Scientist-ben nem csak ez alapján a cikk alapján dolgoztak, ez persze simán lehet, úgyhogy ha valakinek megvan ez a cikk, létszi küldjétek át, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Vagy az igazi szenzációt valonnan a sorok közül kellene kiolvasni, és hát az a helyzet, hogy ez egy elég masszív populáció genetikai cikk, ami bevallom, soha nem volt a szívem csücske. Mármint nem maga a cikk, hanem úgy általában a populáció genetika. Ez van. Az viszont tényleg igaz, hogy többek között egy alkoholbontó enzim, egy alkohol dehidrogenáz mutációjának a terjedéséről is szó esik benne, de nyugi, a buli negyedre egyelőre emiatt még nem fog lakat kerülni, vagy legalábbis nem emiatt fog lakat kerülni. Viszont miközben ezt a publikációt kerestem, rábukkantam egy nagyon érdekes felvetésre, a részegmajom hipotézisre. Ezt mindjárt megvilágítom, de előtte jöjjön egy közérdekű segítségkérés. Az a helyzet, hogy van egy nagyon komoly dilemmám ezzel és a Szertár csatornával kapcsolatban, hogy hogyan nézzenek ki itt és vagy ott a különböző tartalmak. Ezzel kapcsolatban csináltam egy nagyon lényegre törő kérdőívet, talán a Szertár Facebook oldalán már láttátok is és ki is töltöttétek, ez esetben köszönöm, ha pedig még nem, akkor kérlek a videó alatt levő linkre kattintsatok és válaszoljatok arra a három kérdésre. Végül is nektek csinálom ezeket a tartalmakat, úgyhogy még jó, hogy megkérdezlek titeket róla. És most térjünk vissza a részegmajom hipotézishez. Eszerint az egykor melegebb éghajlaton élő főemlős őseink egyik fő táplálék forrása a friss gyümölcs volt. Márpedig ha a gyümölcs jó masszívan megérik, akkor a benne lévő cukrokat az élesztőgombák szépen elkezdik alkohollá erjeszteni. És mivel a jó beltartalmi értékű érett gyümölcsökért nagy volt a harc, azok az ősök kerültek előnybe, akiknek ráállt az orra az etanolra, és még bontani is tudták azt. Amúgy különféle egyéb alkoholokkal már korábban is találkoztunk az evolúció során, növényi nedvekben, meg levelekben, meg mindenfélében, úgyhogy nem egészen indultunk nulláról. De azért a hipotézis szerint a gyümölcsökben található etilalkoholra való átállás az egy elég komoly evolúciós előrelépés volt. Nyilván az érett gyümölcs alkoholtartalma elenyésző, így nem kellett attól tartani, hogy az őseink mondjuk becsicsentenek és nem tudnak a fák ágai között fennmaradni, és emiatt mint faj fennmaradni. Vagy lehet, hogy az alkohol hozta le az őseinket a fáról? Egyébként ebben lehet valami, de ennyire ne rohanjunk előre. A részegmajom hipotézis egy Robert Dudley nevű biológustól származik, és ahogy annak lennie kell, a szakma az új publikációját alaposan próbára tette. Nem erről beszéltem, itt egy 2009-es egyetemi tüntetésről vezették el éppen a rendőrök, ahol a diákokkal szolidaritás vállalva lépett fel. A tudományos viták természetesen egész más fronton szoktak zajlani, és összességében a céljuk is és meglehetősen konstruktív. A kutatások célja mégiscsak az, hogy egy-egy hipotézis végül elméletté nem esedhessem. Az elődeink alkoholfogyasztásával kapcsolatban nagyon sok kutatási eredményt publikáltak már. Ott van például egy 2014-es eredmény, ami csavart egy jó nagyot Dudleynak a felvetésén, még ha nem is cáfolta azt meg teljes egészében, de egy gyökeresen más nézőpontba helyezte. És lefogadom, hogy nem fogjátok kitalálni, hogy mi történt. Körülbelül 10 millió évvel ezelőtt az egyik alkohol dehidrogenázban mutáció állt be,
aminek hatására ez az enzim sokkal, de sokkal, de sokkal, de sokkal hatékonyabban tudta bontani az etanolt, mint a korábbi változat. És ez szépen elterjedt a populációban. Oké, gondolom valami egészen másra számítottatok, de ez akkor is egy igen jelentős fordulat volt. Ugyanis ebben az időszakban az elődeink még többnyire a fán éltek, de már elkezdtek lemerészkedni a talajra. És mit találtak a földön? Rothadó gyümölcsöket, bizony lényegében magas alkoholtartalmú cefrét. Ilyennel pedig az ágak között nem igazán találkozhattak ritkábban, hiszen egy véregy gyümölcsre alapvetően két sors várhat. Az egyik az, hogy megeszik, a másik pedig az, hogy leesik, de az ágon nagyon ritkán kezd el erjedni. Szóval az őseink ezek szerint azóta fogyaszthattak magasabb alkoholtartalmú tápanyagot, amióta lemerészkedtek a fáról. De szeretném hangsúlyozni, hogy nem azért, mert a két lábon járást egyébként másképp nem lehetett volna elviselni, hanem azért, mert fontos táplálékforrás lehetett. Ugyan már az erjedő gyümölcstől is be lehetett néha állni, de arra azért még várni kellett néhány ezer évvel ezelőttig, tehát jó sok millió évet, hogy bőségesen rendelkezésre álljon az alkohol, ugyanis ehhez az kellett, hogy emberi kultúrák megtanulják azt, hogy hogyan lehet irányítottan alkoholt erjeszteni. Innentől kezdve viszont lényegében korlátlanul hozzá tudunk jutni. És itt jöttek a bajok. Ugyanis az az evolúciós előnyünk, ami egykor segített megtalálni a magasabb energiatartalmú táplálékot, az most, hogy bőséggel rendelkezésre áll az alkohol, bizony elég csúnyán vissza tud ütni. Persze nem az alkoholfogyasztással van probléma önmagában, hanem az etanolnak, mint szernek a nem megfelelő használatával. De ez már nagyon-nagyon messzire vezetne, úgyhogy ezt a témát lehet, hogy majd egyszer egy másik adásban fogom feldolgozni. Köszönöm, ha kitöltitek a kérdőívet, ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, osszátok meg olyanokkal, akiket szerintetek szintén érdekelhet, és ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!